Kia, ja, örülök, hogy újra itt vagy. Tovább folytatom a választókereti képviselőjelöltek bemutatását, vagy leginkább a területet. Most egy olyan valakiről lesz szó, aki országos szinten is híresnek mondható, de hát talán a hírhet az jobb szó. Czunyiné Bertalan Judit lesz a mai főhős, ő Komárom Esztergom megye képviselője a Fidesz színeiben. Ő az, aki a 2016-os tanártüntetések után a szemünk láttára bukott meg államtitkárként, viszont miniszteri biztosként sem tud semmilyen értékelő eredményt felmutatni, de legalább képviselőként is csapnivaló a teljesítménye. Valószínűleg éppen ezért alkalmas Orbánnak, kérdés nélkül szolgálja ki a hatalmi törekvéseit a leeső jussért. A politikus egy dinamikusan fejlődő körzetért dolgozhat, na, a választakületét mégis teljesen átszűrte a korrupció. Helyi vállalkozók sodorodhatnak kilátástalan a helyzetbe az irányított közbeszerzések miatt, de még a körzet politikusai is megszívhatják, ha nem Cunyiné, vagyis hát Orbán szabályai szerint játszanak. Ha két percben kellene összefoglalni, hogy mit művelnek a férjével ketten, akkor azt mondhatnánk, hogy olyanok, mint hogyha Orbán és Mészáros összeházasodtak volna. Orbán a feleség és Mészáros az ura. Ugye milyen furcsa ezt elképzelni? Pedig így van. Nézd meg ezt a rövid animációt, ebből meg fogod érteni. Komárom Esztergom megye gazdasági mutatóit nézve az ország egyik legjobban teljesítő területe, átlag feletti jövedelmi szintek és külföldi tőke arány jellemzi. A megye hármas számú választókerületének országgyűlési képviselője 2010 óta Cunyiné dr. Bertalan Judit. Rövid, de annál botrányosabb köznevelési államtitkársága után jelenleg digitális tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos. Cunyinének kudarcos államtitkárságát követően a köznevelési intézmények és a digitális kompetencia fejlesztése lett volna a feladata. De a koronavírus járvány bebizonyította, hogy négy év alatt sem sikerült érdemi változást elérnie a területen. Megkérdőjelezhető sikerű kormányzati szerepvállalásáért összesen havi két és fél millió forintot kap. Azonban a képviselő választókerületének ügyei sem kevésbé problémásak, mint országos tevékenysége. Kiderült, hogy itt is Boldog István irányított módszerével oszthatták el a helyi közbeszerzéseket. Cunyiné körzetében a Gombos Földgép Kft. esete mutatja meg, hogyan működhet ez a rendszer. A Bokodon élő Cunyiné férje, Cunyi Gábor, előszeretettel illet obszcén kifejezésekkel ellenzéki politikusokat Facebookon. A férj feltehetően együtt vadászik a szomszédfalú alpolgármesterével, Gombos Istvánnal, a Gombos földgép tulajdonosával. A cég szinte kizárólag ebben a körzetben nyert uniós pályázatokat. 2016 és 2020 között 17-szer tudott diadalmaskodni, míg a vesztes cég minden esetben a Marép építőipari Kft. volt, amely cég ráadásul rendszeres alvállalkozója a gombos földgépnek. Láthatjuk tehát, hogy a körzet Fideszes képviselője, Cunyiné Bertalan Judit, nem csak a rábízott országos feladatokkal nem tud megbirkózni, láthatóan saját választókerületében sem tudja a választópolgárok érdekeit képviselni az irányított, korrupt közbeszerzésekkel szemben. Na de bővebben is érdemes megismerni őket. Mármint ha érteni szeretnéd a NER világát, Komárom Esztergomban. Czúnyi né a bokodi születési politikus kicsit olyan, mint egy bukdácsoló diák, aki mindig újabb és újabb javítási lehetőséget kap, de folyton elbukik. Azonban mégsem rúgják ki, mert az igazgató mindig kap egy kis kolbászt a papától. Az ilyen tanulók nagy dumások, Czúnyi Né is próbálja magát jobb színben feltüntetni a valóságosnál, de ez nem mindig sikerül. Folyamatosan önellentmondásokba keveredik. Tisztes családanyának nevezi magát, de mondjuk illegális kampánytevékenységet folytat óvodában gyerekekkel. A férje rendkívül kulturált fickó, aki nőket aláz meg nyilvánosan, kommentekben a feleségét bírálókat lelövéssel fenyegeti, vagy hát nem tudom, mire gondolhat a széplelkű költő, nevezett Cunyi úr, amikor ilyeneket ír egy nőnek, hogy Téged biztos jó sok ló látott hátulról. De azt sem tudom kihagyni, hogy beidézzem, mert enélkül talán nem értenéd pontosan, hogy mennyire kifinomult a Fidesz elit, amikor azt írja a Cunyiné férje egy másik hozzászólónak, hogy, de tudod, mit inkább hat sípoljunk egy picit, figyelj, majd én meg egy 9,3x64-jel, előtte rátkacintok egy CEJSZ 4,2x12x50-en keresztül, tekics kavics tökű, a CEJSZ a távcsőre utalhat azokkal a számokkal, amit vadászpuskára szerelnek, az a sok szám pedig a töltényre, a többi értelmezését rád bízom. Szóval ilyen családi idilben élnek ők. De Cunyiné nem csak a szűk környezetében, tehát tisztes családanya, hanem lokálpatrióta is. Nagyon szereti a szülőhelyét felvásárolni. Igen, csak gyanús módon egy utcányi ingatlan szerezett meg a szülőhelyén, de erről majd a videó végén beszélek. A választókeretében pedig nagy ívben tesznek a környezetvédelemtől kezdve mindenre. Egy a fontos, hogy az ország első számú vállalkozóját hozzák helyzetbe, nevezett Orbán Viktor, Mészáros Lőrinc nevén, de erről is bővebben mindjárt. Cunyiné hatalmas lehetőséget kapott az egyik leginkább fejlődő megye választókerületét képviseli, összesen 41 települést. Komárom-Esztergom megye gazdasági mutatóit nézve az ország egyik legjobban teljesítő területe lehetne, átlagfeletti fizetések jellemzik a régiót, és a külföldi cégek is szívesen jönnek ide. A választókerület tehát egy igazi aranybánya egy tehetséges képviselő számára, hát sajnos Cunyiné nem tartozik közéjük. Pontosabban inkább fideszesen tehetséges, azaz amit lehet begyűjt magának és a haveroknak, a lakosok pedig boldoguljanak, ahogy tudnak. Szunyiné hozzá nem értését remekül jellemzi, hogy milyen országos feladatokat kapott, és azokkal hogyan nem birkózik meg. 2010 óta országgyűlési képviselő. Azóta több parlamenti bizottságban is tag volt, vagy akár alelnökként szolgálja ezeket a bizottságokat. Jellemzően olyanokban dolgozik, ahol évente egy alkalommal ülnek össze. A Bokodé születési politikusban nagy lehetőséget láttak a döntéshozók. 2014-ben kapta az első fontosabb posztját az Emberi Erőforrások Minisztériumánál. Ő lett a köznevelésért felelős államtitkár. Nem állíthatjuk, hogy ma Magyarországon az államtitkári pozícióhoz erős teljesítmény tartozna, de a Cunyinének még ezt az átlagot sem sikerült hoznia. Rövid és viharos volt a karrierje. Az ő államtitkárság alatt fogadták el a széles társadalmi és szakmai felháborodást kiváltó nemzeti alaptantervet. Ez a mai napig kritikák keresztüzében áll. Védekezés helyett persze csak támadott, 2013-ban például a kritikus pedagógus szakszervezeteknek men neki így. És valóban ez is igaz, hogy az elmúlt évtizedekben a szakszervezetek, mintha egy kicsit szereptévesztésben lettek volna, és a munkajogi közalkalmazotti érdekérvényesítés során egy picit visszaélve az érdekképviseleti lehetőségeikkel, szakmai tekintetben is próbáltak hangot adni véleményüknek. Mondhatjuk, hogy Cunyi Né nem nagy nagyon kapta el a közhangulatot. 2016-ban többek között a NAT, a botrányos klik és a közoktatás általános állapota miatt tüntetés hullám indult el Magyarországon, amely két és fél hónapig tartott. Cunyiné nem nagyon tudta kezelni a tiltakozásokat, ezért gyorsan leváltották a posztjáról. Bár a politikus megbukott és számos szakmai szervezet szerint is csak ártott a hazai közoktatás helyzetének, mégis úgy beszélt a nyúlfarknyi szerepléséről, mint hogyha egy személyben rántotta volna ki a közoktatást a gödörből. Figyeld! Rendkívül sok változás indult el, ami a tartalom, a minőség és a gyermekek versenyképes tudásának a jövőjét szolgálja. Éppen ezért azt gondolom, hogy a keretrendszer adott ahhoz, hogy ez fel tudjon épülni. Rendkívül sok változás indult el. Azt persze nem teszi hozzá, hogy milyen irányba. Már államtitkárként is megmutatta, hogy mondjuk úgy, hogy hajlamos a korrupcióra, a budai nagyantal gimnázium élére ugyanis régi barátnőjét ültette. A szakmai megalapozottság hiányát jól mutatja, hogy az igazgatónő vezetése alatt számtalan óra elmaradt, nem volt munkatanter, és teljesen átláthatatlanná váltak a pénzügyek is. Le is váltották hamar. Cunyiné, tehát ebbe jól belenyúlt. Ezek után talán teljesen érthető, hogy az igazságügyi bizottság, amelynek Cunyiné 2014 óta tagja, jelenleg egyébként az alelnöke, miért utasított el egy törvénymódosító javaslatot, amely a korrupció elleni fellépés segítette volna. Államtitkárként a parlamentben összesen egy, azaz egy alkalommal szólalt fel. Mondhatnánk, hogy ez is beszédes. Akkor tehát, 2014-ben, amikor felszólalt, a digitális fejlesztésekről beszélt. Akkor még nem ez volt az ország legnagyobb problémája de lehet, hogy éppen ez az egyetlen felszólalás lett az oka, hogy kitalálták neki azt a zsíros miniszteri biztosi posztot, amit utána betöltött. 2016-tól ugyanis ő a digitális tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos. Másokat legalábbis nem nagyon tudhatunk erre. Első hallásra elég kamuszagú pozíció, ezért talán nem lett volna annyira feltűnő, ha Cunyini nem csinál semmit. Igen, ám, de kitört a koronavírus járvány, ami alaposan felértékelte a digitális oktatás szerepét, és mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy Cunyiné mennyire idegenül mozog ebben a szerepben. 2016-os beiktatása óta összesen 35 milliárd forint állt rendelkezésére a digitális kompetencia fejlesztésre, Nem nagyon lehetett látni a járvány kitörésekor, hogy ennek mi is az eredménye. A koronavírus járvány alatt a legtöbben inkább élesben, a járvány közepén tanulhatták csak a digitális oktatást már ahol egyáltalán el tudták kezdeni. A tanárokat és a szülőket nem nagyon segítette a fideszes vezetés. Sokan nem jutottak számítógéphez, vagy éppen internethez. Több szegény sorban élő családnak ez minden nap nehézséget jelentett. Technikai eszközök hiányában nem lehet gyerekeket tanítani. Ha nincsenek a különböző civil szervezetek vagy szerveződések, amelyek eszközöket biztosítottak ebben a nehéz helyzetben a diákoknak, akkor bizony esélyük sem lett volna tanulni. De voltak, hála nekik. Cunyiné viszont büszkén posztolt arról, hogy a saját gyerekeinek hogyan sikerült az átállás. Nem olvastam a kormánybiztosi munkaköri leírást, ha abban annyi szerepelt, hogy a saját gyerekei oktatását kell megoldania, akkor végül is teljesítette. Legalábbis a képek alapján ezt gondolhatjuk. Arról nem találtunk posztot, hogy máshol is sikerrel járt volna. Cunyiné szerint ugyanis az online oktatás sikere az, hogy a tankönyveket elérhetővé tették online. Ennyi. Egyéb segítséget nem nagyon kaptak a tanárok, sem az átálláshoz, sem semmi máshoz. Szunyinék kormány biztosként még annyit sem tudott elérni, hogy ahol maguk megoldották az iskolák a digitális átállást, ott legalább ezt el is kezdhessék idejében. Még akkor sem, hogyha egyébként hihetetlenül veszélyeztetettek voltak a tanárok. Nem kezdhettek bele. Egyébként is csendben maradt a parlamentben, ugye emlékszel, 2016-ban mondta el a digitális átállásról szóló beszédét, 2018 óta viszont kormánybiztosként, amikor igazán szükség lett volna a digitális átállásra, egyszer sem szólalt meg. Soha. És nem azért, mert kövérházmester úr elvette volna tőle a szót. Egyszerűen csak nem volt mit elmélkedni a digitális oktatásról az elmúlt két évben. Nem volt feladat, nem volt semmi, ami szóra érdemes. Havi két és fél millióért viszont azt gondolom, hogy talán szívesen van csöndben is az ember, nem, hogyha ez a helyzet. 2014 óta viszont az igazságügyi bizottságban is ott van, és lehet, hogy jobb, ha csendben. Emlékszel még, hogy a férje hogy beszélt a nőkről és a nőkhöz? Na, Cunyiné úgy tűnik, hogy ugyanezt a vonalat képviseli, mondhatnám, tudja, hol a helye. Az igazságügyi bizottság ugyanis, ahol Cunyiné ül, levett a napi egy nemi egyenlőséggel foglalkozó eseti bizottság létrehozására vonatkozó javaslatot. 2020-ban pedig hihetetlenül kivételes gyorsasággal tárgyalta az isztambuli egyezmény, elutasításáról szóló indítványt. Cunyiné volt az egyetlen nő, aki ezt megszavazta. Tudja, hol a helye. Viszont a bizottság elutasította azt a javaslatot, ami a politikusok vagyonnyilatkozatait szabályozta volna. Ezen annyira nem fogunk csodálkozni, hogyha végigmegyünk, hogy a körzetében évek óta a Boldog István nevével fémjelzett irányított módszerre osztják el a helyi közbeszerzéseket. Emlékezhetsz, 2019-ben országos botrány lett abból, hogy Boldog István, országgyűlési képviselő, irányított közbeszerzéseket, azaz rendszer szintű korrupciót üzemeltet a körzetében. Boldog mentelmi jogát 2020-ban felfüggesztették, azóta is nyomozás folyik ellene. Erről van egy interjú itt a csatornámon, Nagy Szilárdal, aki nyilvánosságra hozta az ügyet, vagy hát feltárta. Szerintem mindenképp nézd meg, ha eddig nem láttad. Fontos a rendszer megértéséhez. És az ilyen típusú irányított közbeszerzésekből Cunyiné körzetében Komárom-Esztergom megyében sincsen hiány. Náluk úgy hívják a csókos céget, hogy Gombos Földgép Kft. Ennek a tulajdonosa Gombos István és Gombos Istvánné, előbbi DAD független polgármestere, mármint papíron független, egyébként pedig Cunyiné férjének, Cunyi Gábornak a Facebook barátja, akivel együtt is szoktak vadászni. A cég az elmúlt egy évben kicsit több mint 100 millió forintot zsebelt be, mármint közbeszerzéseken, de az előző négy évben 19-szer indult és nyert közbeszerzést, megspékelve három EU-s pályázattal. Az minimum érdekes, hogy 2016 óta szinte kizárólag Cunyiné körzetében nyertek közbeszerzéseket. A közbeszerzéseket rendre az az őszi és őszi ügyvédi iroda bonyolítja le, amely ezer szállal kötődik a kormányzathoz. Rengeteg megrendelést kaptak az oktatási hivataltól, a kliktől, de az ügyvédi iroda képviselte a magyar államot a gyöngyöspatai szegregációs perben is, de még a közmédia egyik cégének a képviseletét is ők látják el. Évek óta. Nem meglepő, hogy sokat kedveskedtek Cunyúr vadászbajtásának. És itt már nem szarral gurigáznak. Az egyik legvérlázítóbb irányított közbeszerzés egy 2,3 milliárdos sajtüzemépítés. Ezt nyílt eljárásban hirdették meg, természetesen a gombos földgép győzedelmeskedett, majd az eljárás közben több mint fél milliárdal emelték az árat. Arra hivatkozva, hogy nem kellő gondossággal írták ki a pályázatot. Az hadházi Ákosnál részletesen megtalálod menj utána, hogyha érdekelnek a részletek. Annak ellenére, hogy a közbeszerzést nyílt eljárásban bonyolították, mindössze egy versenytársa akadt a gombos földgép Kft-nek, a bejátszóban is említett Stroman cég, a Szabados és Társa Kft. Ők szinte mindig vesztes pályázatot adnak be, vagy meghívják őket az ott közbeszerzésre, és akkor meg be se adnak akár egyet. Ennek az a lényege, hogy a törvényben szabályozott öt meghívott legyen meg, aztán ők nem adnak be pályázatot, és köszönjük szépen, minden rendben volt. Na ez történt a sajtüzemnél is, szegények elrontották a pályázatot, ezért azt érvénytelenek minősítették, így maradt egyetlen érvényes pályázattal a gombos földgép. Micsoda Pech, vagy micsoda Szerencse, nézőpont kérdése bizonyos nézőpontból ez se nem pech, se nem szerencse, hanem sima költségvetési csalás. Leánykori nevén bűncselekmény. De nem csak a közbeszerzésekkel, a helyi földekkel is. Ment a játszadozás. 2013 után privatizáltak Bábolnán egy inci finci kis földdarabot. Ez úgy nézett ki, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet helyi gazdálkodók kérésére nyilvános meghirdetés nélkül leválasztott egy nagyobb területet a bábolnai állami földekből, ezt követően pedig értékesítette azokat. Fontos, hogy az eladást a termelők szorgalmazták, velük a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet szerződés is kötött, de sajnos a megállapodások kötelező kifüggesztése ideje alatt egy másik gazdálkodó élt az elővásárlási jogával, és bizony megvásárolta előlük a területet. A gazdák így hoppon maradtak. Hát így jártak. De jó kezekbe került, mert kihez? Kivonatták a mezőgazdasági művelés alól a földeket, és a Monsanto hazai leányvállalatának adták tovább. Tudod, ez az a cég, amit világszerte több ezren pereltek be a rákkeltő daganatokat előállító gyomírtószere miatt. Itt nálunk pedig ők a helyi gazdák, akiknek Orbán kormánya kedvez. De nyugodj meg, az Agrártárca az ügyletet végül teljesen szabályosnak minősítette, úgyhogy minden rendben van. Ez talán nem is cunyiné ügye. A választókeredi közbeszerzések tehát jól mennek, a földeket kiszervezik, akkor legalább legyenek fejlesztések. Na azok vannak. A körzetben Orbán Viktor cégei jól fekszenek. Oké, okay, igazad van, ritkán találod ezt a nevet a cégpapírokon, itt is Mészáros Lőrinc nevén üzletel a miniszterelnök. Az egyik vállalkozása újíthatta fel 28 milliárd forintért a Komáromi Dunahidat, amely elméletileg a forgalmat hivatott csökkenteni környezetvédelmi szempontból volt ez fontos. Mármint a forgalomcsillapítás. Mert ez bizony Orbánéknál csak duma. Ezt jól mutatja Orbán másik üzlete is a térségben, hogy csak a pénz számít, minden más lényegtelen, de pláne, ha nem is szavaz. És a természetnek, a környezetvédelemnek bizony nincsen szavazati joga. Az almás fűzítői hetes számú vörös izab épp azelőtt kapta meg a működési engedélyét, hogy Mészáros Lőrinc nevére került, mármint hogy Orbán Viktor felvásárolta volna. A tározó miatt 2012-ben kötelezettségszegési eljárást indítottak Magyarország ellen, a Greenpeace is folyamatosan tiltakozott az üzembe helyezéssel szemben, 2020-ban mégis megkapták a működési engedélyt. A nem lebomló, veszélyes hulladék problémája azóta is fennáll, veszélyt jelent a település lakóira, a Dunára és az egész környezetünkre. De ahogy mondtam, nem szavaz. Viszont pénzhoz. Ideális Orbáni befektetés. Cunyiné ezt szolgálja ki helyben, nem az ott élőket. Ennek egyik legmutatósabb példája lehet, hogy még a körzetébe tartozó város polgármesterének is te keresztbe tesz, hogyha az nem Orbán kotlájából játszik. A kisbéri oroszlányi régióban található ács. Ács polgármestere évekig a Fideszes lakatos Béla volt. Cunyinénak ugye kutya kötelessége lenne őt támogatni, hogyha a települése fejlesztéséről van szó. Azonban lakatos többször nyíltan bírálta Farkas Flórián, mivel ő maga is roma származású, vagy 2015-ben Orbán cigányozós beszéde miatt kilépett a Fideszből. Később sokat beszélt arról is interjúkban, hogy Cunyinéval sokat vitatkoztak az oktatásról. Nakatos próbálta a hátrányos helyzetű gyerekeknek hatékonyabb oktatásáról beszélni a közoktatási államtitkárral, de bizony süket fülekre talált. Cunyiné akkor sem segített, amikor lakatos egy ácsi tanúszodáért lobbizott nála, hogy az úszni tanuló gyerekeket ne kelljen buszoztatni más településekre. Az ex államtitkár válasza az volt, hogy egy 7000 fős településen nincsen szükség ilyesmire, mármint úszodára. Kisbéren az 5000 lakosának bizony épült, Bábolnának a 3700 lakosának épült, ahogy Cunyiné szülőhelyének Bakonnak is kellett a 2200 fős lakosra egy úszoda. Ácsnak 7000 fővel nem kell. Lakatos benfentesként tapasztalhatta, hogyan működik ez a beteg rendszer, és hát el is mondta. Többször beszélt arról, hogy fideszesként látta, hogyan osztják el a településeknek a pályázati pénzeket. Azt is elmondta, hogy a megyei fideszes vezetés megzsarolta. Megszabták neki, hogy polgármesterként mit tegyen és mit ne tegyen, hogy cserébe megkapja a települése a pályázati pénzeket. Boldog István szelleme ismét kísért. Aztán, amikor Lakatos kilépett a Fideszből, jött a bosszú. A kormány a támogatások visszafizetését követelte Ácstól. Így megy ez. Szóval Cunyini így lokálpatrióta. Ennyire érdekli a saját választókeretében élők sorsa, ha szegények, ha szembe mennek a kormányzati lopásokat menedzselő rendszerrel. De ő nem ilyen szerencsétlen. Bár Cunyini a helyiek elmondása szerint is szegény sorsú családból származik, és ő maga is elmondta, hogy 16 évesen már dolgoznia kellett, a felmenői, tehát valószínűleg nem rendelkezhettek hatalmas ingatlan vagyonnal. Ugyanakkor Cunyiné érdekes módon összesen 17 darab ingatlan örökölt meg a községben, ahol született. Telek, kert, legelő, szántó, beépítetlen terület és több szülő is tartozik ebbe a 35 ezer négyzetméternyi területbe. Mindenki szeretne ilyen szegénységből jönni, ahol ennyi az örökség. Mivel nem tisztázottak ezek az állítások, hogy hogyan történhettek, ezért rád bízom a megítélését. Vagy akkor hazudott, amikor egy interjúban azt mondta, hogy szegénységben nőtt fel, vagy az örökség lehet olyan, mint amikor Rogán Antal örökölt a falusi nagymamájától 100 milliós ingatlanokat. Az biztos, hogy az örökség más helyeken remek lehetőség arra, hogy az illegális vagyongyarapodást elfedjék vele. Más helyeken ugyanis az a gyakorlat, hogy a korrupt politikus egy idős rokona nevére iratja a bűncselekményel szerzett vagyon, majd amikor az meghal, hát ő örökli. Cunyiné éppen 17 darab ingatlant. De Cunyiné biztosan nem ilyen. Ő minden szabályt betart. Mondjuk néha hibázik. De őszintén milyen tisztes családanya tudna ellenállni néhány gyereknek. Nem fejtelünk tehet arról, hogy éppen kampány van, amikor egy óvoda környékére kerül. De szegényt nem értették meg. A rút közvélemény elítélte, mert gyerekekkel kampányolt az óvodában. Vagyis hát nem csak a közvélemény ítélte el, hanem konkrét bírságot kapott a választási bizottságtól Orbán Viktorral együtt, mert illegálisan kampányoltak az óvodában, hogy konkrét legyek, a szülők engedélye nélkül fotózták, videózták a gyerekeket. Na ez maga a politikai pedofilia. Így válik talán érthetővé, amit a videó elején mondtam, hogy egyetlen nőként miért nem szavazza meg az isztambuli egyezményt. Vagyis remélem nem csak ez vált érthetővé, hanem valósabb képet kaptál Komárom Esztergom megyéről és Szunyiné tevékenységéről, mint amit a Mészáros Orbán által birtokolt helyi lapokból a kormány propagandából megtudhat a helyben élő. Ha te is ott élsz, ha a körzetben vagy és még többet tudsz ennél is, akkor semmiképp ne fogd vissza magad, írd meg nekem, keresd meg, de pláne, hogyha alá tudod támasztani bizonyítékokkal. Szóval ne haboz, dolgozzunk együtt. Ez azért fontos, mert azért készítem ezeket az összeállításokat, hogy mindenkinek képe legyen a különböző fideszes képviselők munkájáról. Ebben segíthetsz, gyakorlatilag bárhol érsz az országban, vagy bármilyen munkát elvállalnál. A papírmunkától, a terepremenéstől, a fényképezéstől, az adatrögzítésen át, bármíg. Úgyhogy kérek, hogy írj, hogyha segítenél ezekben. Így készül a Nerpedia is, ezt megtalálod ezt megtalálod itt, vagy a nerpedia.hu-n, ha beütöd magad. Szóval a lényeg, hogy dolgozunk együtt, jelentkez, fogok egy részletesebb videót készíteni most hamarosan a fejlődésünkről, mert nagyon jól állunk, és ez bizony neked is segíthetem. Úgyhogy ezer hála és köszönet, akkor is, hogyha anyagilag támogatod a tevékenységünket. Együtt biztos, hogy többre fogunk menni. Remélem, hogy pont ezért itt leszel legközelebb. Egyben biztos lehetsz, hogy én itt leszek. See ya.